Sziasztok! Itt vagyunk Dorogon, ahol Varga Tibor bemutatja nekünk azt a zebrát, amit fejlesztett egy kérésre, egy rendőrőrnagy kérésére. Felkérésre csináltuk a gyalogátkelő helyet. A dorogi rendőrkapitányságon van egy balesetmegelőzési bizottság, és az ő felkérésükre próbáltunk kitalálni valamit. Dorogon van egy iskola utca, található egy általános iskola, és hát ott szeretnének egy felfestést, ami gyakorlatilag megoldaná a gyerekeknek az áthaladását. Most át is megyek ezen a zebrán. Itt van egy zebra, de hát látjátok, eléggé koszos is, meg hát nem elég feltűnő. És itt az önkormányzat és a rendőrség úgy tűnik, hogy összefogott, és megkérték Varga Tibort, hogy fejleszten ki egy újfajta zebrát, és ő egy 3D-s zebrát fejlesztett ki. Ha minden jól megy, akkor itt 2-3 hónap múlva egy 3D-s színes zebra lesz. Gyakorlatilag egy mintát készítünk, hogy hogy néznek ki ez a valóságban. Úgyhogy ezen az ártelephelyen felfestettük először szürkében a gyalogos átkelőhelyet 3D-ben, amivel teljesen nem voltunk elégedettek, úgyhogy megcsináltuk színesbe. Akkor úgy gondoltuk, hogy lesz egy felfestés is, egy sárga csík, ami szintén 3D-ben fog majd az aszfaltra kerülni, ami 50 méterrel lesz a gyalogos átkelőhely előtt felfestve. Tehát ez már eleve a gépkocsi vezetőknek egy plusz információ lesz, hogy mivel fognak találkozni. Tehát nem kell megrémülni, senki elé nem fog ugrani semmiféle gyalogos átkelőhely, illetve új burkolati jel. Szépen lassan kiemelkedő alakzat az aszfaltból, és főleg akkor látható, amikor az autós lassan megy. Tehát nagyjából a 25-30 km-es sebességnél fogja észlelni legjobban, hogy milyen szép látványos a gyalogos átkelőhely. A legi költségek alapján még a jövői festékárakat nem tudjuk, de nagyjából olyan 150-200 ezer forint környékére számolunk. Sajnos nagyon munkaigényes, tehát körülbelül 2 napot fog igénybe venni, amíg ezt fel tudjuk festeni. Ugye az árnyékot külön, az oldalakat, éleket külön kell felvinni, alapot kell festeni, úgyhogy több munkafázisból fog állni majd a folyamat. Én azt mondom, hogy nem is érdemes számolgatni gyakorlatilag, mert itt emberéletekről beszélünk. Tudjátok, abba vagyunk, hogy be tudjunk nyújtani egy törvényjavaslatot, ami azt idézni elő, hogy csak a kevesebb baleset legyen Magyarországon, és most nézzük azokat a jó példákat, hogy miket lehetne a törvényjavaslatba beletenni. Dolog az első állomásunk.